A volt kormány szóvivő cége válogathatja ki, hogy milyen hírek kerülnek adásba az MTVA-val szerződésben álló kereskedelmi rádiókban. Girószász András júliusban vásárolta vissza a Strategopolis többségi tulajdonát. A cég fél évvel korábban szerződött le a magyar közműsorszolgáltatóval. A feladata, hogy évi 42 millió forintért az MTI hírek alapján összeállítsák azokat a hangos híreket, amelyeket 27 kereskedelmi rádióban sugároznak. Ezek a csatornák 4 millió emberhez jutnak el. Több ezer gyermek érkezhet ingyen. Szól a rádió, ezen a csatornán épp a központilag összeállított hírek mennek. A közmédián kívül az átlátszó.hu által kikért adatok alapján 27 helyi rádió is az előre szerkesztett és felmondott híreket sugározza. A rádióknak ez sokkal olcsóbb, mintha a saját szerkesztőséget működtetnének. Cserébe viszont a hírek tartalmába és sorrendjébe nincs beleszólásuk. 16 órakor jönnek a legfrissebb hírek Nádas Gyulától, maradjanak velünk. A helyi rádiókat képviselő egyesület elnöke maga is működtet egy állomást Szigetszent Miklóson. Itt van külön hírszerkesztőség, de az egyesülethez tartozó rádiók több mint fele inkább fizet az egy központban összeállított hírblokkokért, átlagosan 40-50 ezer forintot havonta. Egy veretes hírszerkesztőség működtetése az alsó hangon nettó 1 millió forintjába kerül egy helyi rádiónak, így aki ezt vállalja, annak éves szinten 12-15 millió forintos bérköltséggel kell kalkulálni. Az MTI hangos híreit korábban a közmédia gyártotta, január óta viszont a Strategopolis nevű cég végzi ezt a feladatot. Ezért a munkáért az átlátszó.hu által kikért szerződés szerint évi 42 millió forintot fizet a közpénzből működő MTVA, Girószász András cégének. A rádiók pedig, ahogy korábban is, az MTVA-tól vásárolják meg a hírblokkokat. Az iratból az is kiderül, hogy a blokk előállításához a második Orbán kormány szóvivője, Girószász András által alapított cég ingyen használhatja a közmédia híreit. A hangos híreket az MTI stúdiójában veszik fel, amelyért havi 300 ezer forint bérleti díjat fizet a Strategopolis. Az általunk megkérdezett médiakutató szerint a sajtószabadság szempontjából aggályos, hogy 4 millió emberhez uniformizált híreket juttatnak el. Nem csak, hogy standardizált a hírszolgáltatás, de ráadásul még kötődik is a kormányzathoz. Kerestük a Strategopoliszt, hogy megkérdezzük, nem tartják-e aggályosnak, hogy ők válogatják a híreket a rádióknak szánt hírblokkokba. Azt írták, az MTVA és a Strategopolis között a hangos hírszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában Girószász András nem volt se tulajdonosa, se munkatársa a Strategopolis Kft.-nek. Az MTVA-tól azt szerettük volna megtudni, hogy miért volt szükség a hangos hírszolgáltatás kiszervezésére, de tőlük egyelőre semmilyen választ nem kaptunk.